Csácsúly csötrészt a csokoládé! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper érkezett meg most már egy csodálatos bottesztelő videóval, amiben nem csak spontán fogjuk próbálgatni a járműveket, hanem fel vagyunk készülve. Bocs az előző napi részért, ami hát egy kicsit túl spontán volt. Annyira izgatott voltam, hogy végre vannak modok a játékhoz, hogy egyszerűen egyből belevágtam, és egyből beraktam a modokat, aztán már csaptam is neki, de ma fölkészültem, képzeljétek, hoztam egy darab tesztérképet, úgyhogy ezen fogjuk tösztölni mindjárt a járműveket. Már mutatom is, gyerekek, nem húzzuk az időt. Egyébként még néző közönségünk is van, nézzétek egyébként itt a tesztpálya. Egyelőre eléggé kezdetleges, de nagyjából ki tudjuk próbálni a járműveket. Van itt egy rendezőjármű, hogyha valami baj történne, mert igazából nagyon komoly feladatot találtam ki, amit el kell végezniük a traktoroknak, amivel ki tudjuk próbálni, hogy igazából mennyire hasznosak és mennyire csitesek és mennyire jól működnek, vagy éppen nem. Egyébként a tegnapi kettő járművet is ide hoztam, mivel igazából nem tudtuk kipróbálni őket, szóval szoszorri érte tényleg, hogy ilyen nagyon bolond rész volt. Sanyika, meg ne ássál, egyébként azért nézek így oldalra mindig, mert most így Sanyika ide bevette magát, aztán így néha úgy gondolja, hogy őnek jásnia kell erre-arra. Igen, itt van az Ursus gyerekek, itt van a Kristál, és itt van egy TB650-es, amit nem tudom, hogy a készítő miért gondolta azt, hogy ilyen nagyon csili-csáli színekkel kell megáldottak lennie, de hát jól van, oké. Viszont legalább egyen jobban néz ki, mármint fejlettebbnek tűnik a mod, egy kicsit, mint az előző napiak, amik itt vannak természetesen. Egyébként tényleg itt vannak nézőink, úgyhogy szurkolók is lösznek gyerekek, mivel itt rácsodálkoztak, hogy éppen mi folyik egy gyöngyösen. Igen, 12 tonna mész van ebben hatalmas, iszonyatosan nagy, monumentális, brutális sportkocsiba, amiben egyébként, jaj, de imádnám, hogyha működne a rétra, de kár, hogy nem működik ilyen helyeken a rétra, amivel fogjuk próbálni a dolgokat. Egyébként van egy visszafordító, van egy ilyen, térköves rész, ahol le tudnak jönni a járművek, hogyha úgy van. De figyeljetek, vágjunk bele a lecsóba, egyébként ezeken kívül a járműveken kívül hoztam még egy darab dolgot, azt majd írjátok meg, hogy csak különböző járműveket teszteljünk, vagy pedig ilyen felszereléseket is, mint például a málázó, eke, kultivátor, vagy pedig csak a nagyon érdekeseket válogassuk ki, mert azok azért kezdenek így bepotyogni a játékhoz, mármint Farming Simulator 25-hoz, nyilván azokat könnyebb is megcsinálni, mint egy komplexebb járművet. Egyébként nagyon jól megfogalmazta Nigruskaja, hogy miért pont ezt az Eto Kristált gondolta a készítő megcsinálni ebbe a Farming Simulator 25-ben, ami gyakorlatilag tényleg a 15-ből van. Miért nem egy másik mondott, egy sokkal jellegzetesebbet, jobbat, vagy kifonomultabbat? Na először is próbáljuk ki ezt az Eto Kristált, aztán csapjuk neki gyerekek. Belső nézetben ugye egy kicsit ilyen frankóbb, mert le van animálva a dolog. Na, oda küldjük neki, egyébként föl van tolva most a koszolódás, szóval, jaj, tesó, vigyázzál, bazd, el lesz üdve, menjetek el innen. Na, szűz, sértetlen a terület egyébként, nagyon kíváncsi vagyok, mindjárt megmutatom, hogy ilyen iszonyatosan sok mész, fullon van mészsel ez a pót, ami hát nem is biztos, hogy működni fog minden járműnél, hát ez egy hatalmas, ugye, a legnagyobb traktorok is meg tudják érezni ezt a pótot, hogyha színültig van pakolva, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog működni egyébként. Alig várom azt a bőtjár gyerekek. Hát figyeljetek, ezt úgy kellene csinálni, hogy valamilyen tematikát kitalálunk erre az egészre, bárakjuk egy ilyen tempomat 15-be, és akkor neki küldjük így az emelkedőnek. Ez egy eléggé nagy emelkedő egyébként. Jó, oké. Figyelj, tempomat 15-3-as lenyomom. Azt a bőtyár! Felelt az elejét! Ez jól nézett ki. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hoppá, rúg. Megnézzük, hogy meddig fognak eljutni, és oda beállítjuk a gépeket esetleg mindig. Aha, az első kerék az elvel emelkedve. Sajnos súlyt nem tudok rárakni pluszba. Úgyhogy az ennyi... Azt a marha rohadt életbe, hát ez rohadt jól néz ki, ne haragudjatok gyerekek. Hárommal megy és emeli az elejét és rúg. Szerintem jó fizika van ebben a játékban egyébként. Jó, kitiporjuk az utat. Megpróbálunk egy másik nyomvonalon följönni. Úgy látom, hogy 2-3-mal azért elboldogul. Egy kicsit elcsavarodott
Aha, hiába fordítom a kormányt, hát ez nem nagyon akar arra menni. Kicsit balra eltávolodtunk. Oké, hát ez egy ilyen négyjel föl tudja húzni, úgy látom, egy 3-4-re lassultunk. Itt meg most már biztos, hogy fog működni ez a dolog. Hát gyerekek! Egy kicsit elkanyarodott. Szerencsétlen. Emelt az elejét, az első kerék rugott, rohadt jól meg volt csinálva. Nyilván, hogyha bejönnek majd különböző olyan váltók, olyan mondjuk diffizára tudunk kapcsolni, összkereket tudunk kapcsolni, olyan mód, akkor azt valószínű, hogy fogjuk használni. Bár megmondom őszintén, hogy ezt a dolgot, ezt lehet, hogy inkább ilyen vanillába azt a bötyár, gyerekek, figyel, hogy tolja az elejét, nem akar elfordulni. Aha, jó. Megpróbálunk le lemenni, de konkrétan, gyerekek, irányíthatatlan a jármű. Aha, ezzel nem fogunk tudni lemenni, nem tudok megfordulni vele, hallod? Hiába fordítod el a korbányt. Olyan nehéz a pótkocsi, hogy elemeli a földtől az első kereket, és nem fordul el. Jó, hát akkor ez így, ennyi volt. Leviharzok vele gyorsan. Egyébként tök jó, szerintem rohadtul hiteles, hát ez a kristál szerintem azért egy ilyen 2-3-bal biztos föl tudná húzni ezt a pótot ezen a földön, bár lehet, hogy inkább elásná magát, de nekem ez nagyon tetszett. Mindjárt hozzuk ezt ide leparkoljuk, mert ezzel egyébként még lesz dolgunk. Mindjárt hozzuk a rendezőjárművel vissza a pótkocsit. És akkor mindjárt megpróbáljuk a következő traktorra. Hát mit mondjuk erről a kristálról? Nagyon nem akarom kipróbálni itt szántás meg vetés közben. Valószínűleg ugye ebből azért kiderül, hogy milyen képességei vannak. Tudom, hogy eléggé gatya ez a mód, és nyilván sokkal jobb módok vannak, de egyelőre még ezzel tudunk gazdálkodni. Így azért első ránézésre nem rossz. Jó, tudom, hogy szar, de én mindig úgy próbálok ilyenekhez hozzáállni, ezekhez a modokhoz, meg főleg, hogy egy Zetor Crystalról beszélünk, vagy valami ilyen autentikus modról, hogy azért próbálok ilyen empatikusan vizsgálni ezt az egészet. Utána kipróbálhatjuk ezzel a járművel, hogy ezzel mit húzna föl, nem gyerekek? Ugye megyek egy kört, és akkor a két traktor között elrántom. Egyébként igen, próbálkoztam még valamivel, egy olyan móddal, amelyik ilyen realisztikus belső nézetet ad, ami annyit tenne, hogy... hogy látod a kezét az embernek, meg látod a lábát, meg minden, csak az a baj, hogy itt néhány traktorba konkrétan így belelóg a feje is, bár lehet, hogy a modon belül lehet állítani bizonyos traktorokba, hogy hol legyen hol helyezkedjünk el, viszont ez nem lenne rossz. Tök jó autentikus lenne. Viszont nem működik teljesen tökéletesen. Na gyerekek! Jövünk ide, mert lehet, hogy még egyszer kell húzni. Jövünk a következő traktorra. Hát ezzel a Zurzusza, a C355-tel, valószínűleg, hogy nem kellene ennyire jól húznunk, mivel ugye nem is összekerekes, gyengébb is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Hogyha az Urzus jobb lesz, mint a kristál, akkor megmondhatjuk azt, hogy az Urzus az enyhén csites, ugye. Na gyerekek, nézzük, hogy mi fog történni. Ugyanúgy tempomat 15, szerintem az... Hogy ne az legyen, hogy nagy lendületet tudjanak venni. Aha. Ez a szerencsétlen, van a patkán nem akar fölkapni. Oké. Megpróbálok mellette húzni. Na jó, gyerekek, akkor tempomat 15 és 3-as gomb. Gyerekek, szalad ez, more! Jó, 7.
6. Három. De úgy látom, nem rúgnak a kerekek egyébként, hanem elfogyott az erő. Sajnos, ugye? Jó meg van csinálva, mivel az első kerék az nincs hajtva. Látom, hogy az... Gyerekek, hát... A hengerfej az vigye, mert kilép a csoportból szerintem. Úristen! Ez hogy... Mit pörög? Ki van akadva majd, hogy nem a izé a fordulatszám? Gyakorlatilag egybe gyerekek, nyilgázom, hallod? Az komoly. Igen, és elfogyott. Jó, elfogyott. Most dicsértem meg, hogy nem forog az első kerék, de forog az első kerék, is érdekes. És elrúg. Jó, elfogyott. Elfogyott. Oké, állj meg. Leakasztunk. Az visszamegyünk. Hát erre számítottam, és szerintem jól is működik. Azt a betyár! Akkor a barázdát húztunk az előzővel, figyeld! Vagy nyomot. Hogy konkrétan így belebiller a... Az Urzus. Nagyon jó. Jó, tetszik a talajfizika ebbe a játékba. Na mindjárt húzunk egyet most a... Az UTB 650-nel, amit igazából nem próbáltunk ki. És ennek van egy turbós verziója, lehet, hogy azt is ki fogjuk próbálni, srácok. Vannak nézőközönség is, vagy gyerekek. Megjöttek. A forgalmat kikapcsoltam addig ebbe, ezen a mapon, vagy ezen a mentésen, ezeket a gépeket fogjuk próbálgatni csak. Milyen, megyünk a rendező járművel. Szerintem egyébként ez a traktor pullingos megoldás, szerintem tök jól működik. És tök jól meg van csinálva, hogy nem lapul be a gumihevederes nagyon a földbe, mert az tényleg nem lapul be. Láttam egyszer egy ilyen tesztet, ahol prezentálták, hogy mennyire kicsi a fajlagos talajnyomása ennek a gumihevedernek. Azt csinálták, hogy 10 centi mélyen tojásokat helyeztek el a talajba, és egy ilyen gumihevederes így szépen végigment rajta, és a tojások nem törtek el. Ugye ennek nem csak az a lényege egy ilyen gumihevederes traktornak, hogy nagyobb legyen a tapadás, hanem az, hogy ugye nem tesz jót a földeknek, hogyha nagy súlyjal bíró traktorok járnak le fel rajt, és ugye tömörítik konkrétan. És egy ilyen gumihevedernek, mivel nagy felületen oszlik el ugye az a nyomás, az a súly, emiatt nagyon kicsi a fajlagos... mondjuk egy négyzet centiméterre jutó nyomás. Ja, igen, hát sajnos ez nem néz ki jól. Azt majd, azzal majd kell valamit csinálnom. És ez itt is jól megvan valósítva, gyakorlatilag nem lapul bele a földbe. Ez nagyon, ez jó, ez jól megvan csinálva. Ez tök jó. Ugye, ha kipróbálnánk, mondjuk kihoznánk egy hagyományos kerékkel és gumi abroncsokkal rendelkező ugyanilyen súlyú traktor, az sokkal jobban belelapulna a földbe. És hogyha erre figyeltek, ez már szerintem egy jó pont. Na gyerekek, ide húzzuk. Nem tudom, hogy felhúzom én erre, így. Okay. És akkor húzunk egyet itt. Ennek az UTB-nek van egy turbos verziója, azt lehet, hogy ki fogom hozni, és ki fogjuk azt is próbálni. Imádom ezeket a gépeket próbálgatni. Egyébként kérdeztétek előző tesztben, hogy folytatódik-e, meg lesz-e normális sorozat. Nyilván lesz. Csak nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tök jó olyan, mint hogy a nézők lennének. Imádom. Azt a bőtyár, gyerekek! Hát menjen vannak itt! Na, srácok. Egyébként ez igen, ez az UTB, ez tök jó ki van dolgozva. Tetszik, hogy most már van kereke, viszont ugye így most meg tudjuk tekinteni, hogy a koszolódás milyen, elvileg még már fölraktam egyébként 10 ráb gyerekek, gyorsan koszolódjon, elvileg egy ilyen húzásnál már szerintem meg kéne jelenni a sárnak, vagy a kosznak, ugye a kerekek között, a földnek. Ez jó, várjál már. Elemelkedett az előbb a kerék. Na, és akkor ugyanúgy, tempomat 15,
És akkor adjuk neki. Próbálok ott húzni, ahol... Eddig még nem. Eddig ez... Azt akartam mondani, eddig ez megy legjobban, de hát... Lehet, hogy mégse annyira. Sajnos egyik oldal ben van a keréknyomba. Aha. Jó, hát ez elfáradt. Mit csinál? Mit csináltál? Irányítás, azt kilépett a csoportból, gyerek. Azt a bötyár, hát ezt meg kell még egy kicsit kéroznom. Az a baj, hogy ilyenkor az irányítást azt el lehet felejteni, ugye? Középen kellett volna menni. Mindjárt adok neki még egy izét, egy komoly gáz. Ne szívassál! Ez marha jó! Jó, oké. Hát egy kicsit túl OP, nem tudom, egy UTB 650, ez így felhúzná ezt. Ez kicsit, én úgy gondolom, hogy erős, de viszont korolt. Ez tetszett, hogy kiemelkedett a... Hát én ezt erősnek ítélem. De nyugodtan írjatok véleményt, hogy mit gondoltok erről. Zúg minden, mint az Isten nyíla egyébként. Szóval jó van, felhúzza. Ja, erősöllöm egy kicsit. Hát nem volt annyira effektív mondjuk, mint a... Mint például a Kristál, szerintem. Azért itt voltak problémák, nagyobb problémák. Viszont elég érdekes, hogy azért sikerült felhúznia. Milyen megpróbálok vele lemenni. Ja, én úgy érzem, hogy ez egy kicsit erős. Egy kicsit durva, mindjárt kihozzuk a turbós verzióját, lehet, hogy az valami eszement, izmos kis döglász. Jó, gyerekek. ez borzalom. Egyébként 46 ezer literes az a cucc, de mindjárt megnézzük, mert várjátok, sőt, meg is nézem nektek. Lehet, hogy írjátok, hogy 46 ezer literes, viszont ugye itt írja nekünk, Hogy, mindjárt mutatom. Ő az, és itt írja nekünk ugye, hogy 8,4 tonna, úgyhogy egy ilyen 10 tonnára becsülöm ennek a komplet súlyát. Itt van ugye, hogy mennyi mennyi köbb méternyi áru megy bele, és itt van, hogy hány tonna. Mondjuk a tonna az lehet, hogy én voltam, most aztán lehet, hogy nagyon nagy hülye voltam, gyerekek. Lehet, hogy a 8 tonna az maga a pótkocsi, ugye? Igen, igen. Hát ez most jutott eszembe, hogy lehet, hogy borzalmas az egy butaságot mondtam, mert szerintem ez a pótkocsi önmagában van 8 tonna. A mészsel együtt meg szerintem simán van egy 40-50 tonna. Azt a betyár. Na jó van, gyerekek, annyit akarok kipróbálni. Majd kihozom ennek a turbos verzióját. És akkor már megmutatom azt a bónusz dolgot, amit én gyakorlatilag ide hoztam nektek már. Egy kis traktoroknál van, és ebből tudsz egy turbós verziót venni, ami 1000 lóerő! Az alap 65, ez meg 1000 lóerő! Mi csináltál? Mi csináltál? Ez 1000 lóerő? És ezt akartam megmutatni, hoztam egy bálázót, ami fölkerült ugye már a modos oldalakra, letöltési link ott van a leírásban, ami egy ilyen nagyon hagyományos Sipma Z263-as körbálázó, ami egy ilyen kis kicsi, tudjátok, ennek az elrendezését. Hát nem egy ordinál szépen kidolgozott, de nekem nagyon tetszik ez a mattos festés egyébként rajt, de ezt
Egyébként szerintem nem fogjuk kipróbálni, nem fogok elkezdeni bálázni, viszont szerintem kis kellemes. Úgyhogy ez volt a bónusz termék. Hogyha gondoljátok, írjátok meg egyébként, hogy csak kombájnokat, traktorokat próbálgassunk, vagy pedig ilyen eszközöket is szeretnétek megnézni tesztközben, bár olyan nagy megfejtése valószínűleg nem lesz a dolognak, bálázni lehet vele, ugye. Na akkor 1000 lóerő, gyerekek. Érdekes, hogy 104-et ír, hogy annyi a max. És közben mégiscsak 35-tel megy, hát kíváncsi leszek az 1000 lóerős UTB. Ez mit fog művelni azzal a póttal? Hogy fogja felhúzni? Hát ez bolondok. Poénból rakták be nyilván. És valószínűleg, hogy csiters lesz. Na gyerekek, hát én figyeljetek, meghúzom itt, ahogy beállítjuk tempomat 15-re. Hogy beállítsuk, mennyire? Állítsuk be tempomat 15-re, egyefene. Akkor már legyünk konzisztensek. És akkor már rántotta is. Így gyerekek, hát itt úgy látom, hogy nem lesz akadály. Hát igen, nem 14-re lemegy egyébként, megemeli okosba az elejét. Azt a bőtyár két keréke végig, apám. Hát nagyon izég vagyunk, sukárok. Azt, az igen. Hát jó. Egyébként nem is megy többel. Jó. Viszont ezt meg kevesen le, hogy az erlóerő. Azt a bőtyár, gyerekek. Hallod? Majdnem apostolt a bal hátsó gumink, olyat húztunk. Érdekes, hogy nem megy gyorsabban egyébként. Most tökig nyomom a gázt neki. Semmi. Keresztbe kapjam, gyerekek, itt a végén. Ne szórakozzá, te jó. Ez? Ez nagyon bolond. Nagyon bolond a bőrda. Egyébként ezt órákig el tudnék ezzel szórakozni. De rohadt jó. Te Isten! Nagyon vicces. Jó, viszont a... önmagában szerintem a kristál. A kristál. És a... az Ursus, ez tök jól működött. Ezt talán egy picit erősöllöm, hát nem az Everlow erős, hanem a sima verziót is, de írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek róla. Nagyon, jó kis cucc, tetszik. Esetleg még egy olyat kipróbálnék, nagyon szívesen. Mertok ezt odébb viszem. Bocsánat, hogy még szórakozok. Nyugodtan írjátok meg, hogy legyen egy konzisztens teszt, vagy pedig legyenek olyanok, mint amit most tervezek, hogy belepörgetek annyira az időbe, hogy legyen sár. És kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy fog működni például egy traktor. Már például a... ugye a... az etókristál az konkrétan felhúzta lassan. Ugye nem rugott meg nagyon. De mi történik akkor, hogyha sárba kell húznia? Akkor valamennyire változik a talajfizika? Változik a karakterisztikája a gépeknek? Mennyire lesz ráhatással? Úgyhogy erre megint kíváncsi vagyok, úgyhogy még egy húzást fogunk csinálni eső után. Jó? Az etókristállal. Csak hogy leteszteljük, hogy ez mégis hogy működik. Azért az etókristállal, mert szerintem az a legrealisztikusabb ezek közül a traktorok közül. Ugye odaállok, és belepörgetünk annyira az időbe, hogy legyen sár. Ugye ezt úgy csinálom, ezt a mapot, hogy ezt soha nem mentem el, hanem mindig így, ebben a formájában fog létezni. Gyakorlatilag nem szétcsezze, hanem mindig itt le fogjuk tudni teszteni a gépeket. Hogyha esetleg valamilyen gépnek bármilyen más tesztjét szívesen megnéznétek, akkor nyugodtan írjátok meg. Na, és akkor kiszállok az... akkor belepörgetünk annyira, ugye, hogy legyen egy kis eső.
Vagy hó. Vagy hó. Kis esőt. Ó, nem sokára esik. Ezt írja. Esik. Nagyon jó gyerekek. Esik az eső. Jó lenne reggelik. Reggelik belepörgetni. Hogy azért lássunk is valamit. Kicsit ázzom fel a terület. Már most érdekes. Várom. Úgyhogy reggelig bele kellene, csak hát elállt az eső, nem tudom, hogy mennyire szárad fel egy idő alatt. Talán annyira nem. Hát de, vajon sajnos igen. Talán még egy esőt kifogunk. Mindig éjszaka fogjuk ki az esőket, nem igaz, srácok? Nagyon kellemetlen. Végén még hóba kell kipróbálnunk. Azt a betyár, gyerekek, havadik. Az se lett volna rossz. Egy esőt szívesebben tesztelnék. Valószínű, hogy tavasszal lesz mindjárt esőnk. Ne arra ugyatok, hogy itt ezzel húzom az időt. Csak nagyon szívesen kipróbálnám. Mindjárt jön a tavasz, aztán annyi eső lesz, mint a sár. Vagy annyi sár lesz, amennyi eső inkább, úgy van, de... Március? Igen, és április mindjárt... Aha. Ez égeső. Amikor nem akarnád, akkor biztos este állad az első gyerekek. Most esik. És közben hogy reggelig megint fel fog száradni. Hát nagyon-nagyon nincs szerencsénk. Viszont... Most hatalmas mázlink lett, gyerekek, mert elképzelhető, hogy valahol tornádó van. De ne is azzal foglalkozzunk, hanem próbáljuk ki esőbe akkor ezt a szuper gépet. Na gyerekek, tempomat 15, 3-as gomb. Ho, mi volt ez? Nem nagyon sáros a talaj, ugye? Imádom ezeket a gépteszteket, már most komolyan nagyon szeretem. Próbálom keresztbe szedni. Gyerekek, májusi eső aranyat ér, ugye? Ablaktörlő, jó. Megy minden. Aha, vizes, sáros a kerék. Szerintem sokkal jobban megrúg. Eddig nem rúgott a hátsó kerék ennyire durván. Az első az konkrétan... Sajnos nem koszosodnak ezek a morolgépek, aminek nem nagyon örülök. Imádom, nem bírom, ezek a géptesztek, ezek nekem nagyon, nagyon bejönnek. És sajnos a víz se látszik meg ezen a gépen, nézzétek meg. A pótkocsi az csúrom víz, ugye a kerekek csúrom sárosak. Rajta vannak a vízcseppek a pótkocsin. Viszont ezen a gépen sajnos úgy látom, hogy semmi nem látszik. Aha. Oké. Oh, hoppsta betyár! Nem rossz ez a talajfizika, sokkal, sokkal jobban rúg gyerekek, sokkal inkább elveszett a tapadás, most hogy esik az eső. Sajnos ezek a modellgépek ugye nem nagyon koszosodnak,
Viszont, viszont jó. Oké, jó. Nagyon imádom, gyerekek, nagyon szép, nagyon jó. Jól működik a fizika, ugye, hát ez nem a modnak köszönhető, hanem magának az engine-nek. Nagyon jól kezeli ezeket a gépeket. Jaj, de jó, imádom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Írjatok nyugodtan, hogy mi szeretnétek látni esetleg ilyen géptesztbe, hogy mi az, amit megnéznétek, mi az, amit inkább letesztelnénk még. De szerintem egyébként egy ilyen húzással nagyon... meg tudjuk nézni, jól át tudjuk látni, hogy milyen karakterisztikája van egy ilyen gépnek. Ajjajjajjajjaj. Ez a kipörgő kerék, ez nem volt gyengen, ez nagyon jó volt. Imádom, hogy az eső ennyire befolyásoló tényező tud lenni. Ja, viszont az, hogy nem koszosodnak a gépek, meg mármint ezek a modolt gépek, lehet, hogy a jobbak, azok a jobban kidolgozott modok majd jobban fognak, az egy kicsit probléma, de hát... Ne legyünk telhetetlenek, ezek még csak az első modok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csáá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 á